Amikor az érzelmek irányítanak, illetve amikor így átjönnek a másnak az érzelmei, akkor nem érzed magad szabadnak. Most ebből a manipulációból sok minden úgy néz ki, mint a szeretet. De az emberi szeretet, egyáltalán az emberi kapcsolatok nem egy az egyben isteni kapcsolatok is. És nem egy az egyben isteni szeretet ez. Egy nagyon jó mondat jutott eszembe. Az emberi szeretet elvárásai között ott van elnézést, nagyon nehéz ez a mondat, nem tudtam felfogni. Tehát az emberi szeretet között ott áll ítélően és ugyanakkor szabadítóan a Szentlélek világossága. Tehát a Szentlélek az, amelyik megvilágítja azt, hogy milyen a mi szeretetünk. Tehát a Szentlélek az, ami azt mondja, hogy igen, szeretlek téged, de te nem tartozol hozzám. Tehát a Szentlélek által tudod ezt kimondani. Tehát nem, én nem tartozom hozzád, és te nem tartozol hozzám. Nem a tiéd vagyok, nem vagy az enyém. És így tanulsz meg nyitott kezekkel találkozni a másikkal. És az a szép, amikor egy kapcsolatban mind a két embernek nyitottak a kezei, és így tudnak találkozni. Az egyik dolog, amit Jézus sohasem tett, és amit Pál sem tett soha, Pál azt mondja, oly meggyőzően tudnék prédikálni, hogy mindenki nagyon lenyűgözve lenne, de azt mondja Pál, úgy döntöttem, mégsem teszem, hanem gyengeségemben jöttem hozzátok, és a keresztnek a butaságát akarom, az oktalanságát akarom elétek helyezni. Pál nem az okoskodásával jött, hogy mindenki le legyen nyűgözve. Tehát ez most nem muszáj démoni dolog legyen, mert gyakran egy-egy embernek a jelenléte, az, amit ő érez, az ő jelenléte egyszerűen lehengerel, és egyszerűen magával ragad másokat is. És Pál úgy döntött, hogy nem ezzel jön. Például Hitler nagyon használta ezt a fajta manipulációt. Most nem kell Hitlerben föltétlenül egy démoni hatás látni, bár lehet, hogy volt az is, de egyszerűen csak érzelmileg tudott hatni az emberekre. Vannak emberek, akik más embereket érzelmileg rabul tudnak ejteni. Úgyhogy már többiek pontosan úgy éreznek, mint a másik. És annyira rabul ejtik a másiknak az érzelmei, hogy már csak vele foglalkozol. És nem is muszáj, a másik ezt tudatosan csinálja. Ez egyszerűen csak beférközik az életünkben, mert nem ismerjük saját magunkat. De a léleknek a szabadsága teljesen másképp néz ki, mint ez a felhő alatt lenni, a más érzelmeinek a felhője alatt lenni. És Pál ugyanazt az utat mutatja meg, amit Jézus is járt, hogy nem szellemi módon, szellemi szinten manipuláljunk, hogy érzelmileg manipuláljunk, a nyitott kezek életformája, már említettem, ezért most csak röviden hozom ezt, nem jelent mást, ez az a nyitott kezek életformája annyi, mint felfogni és elfogadni a kritikát is. Persze, ha a kezed tele van a saját hírneved megvédésével, és hogy mit kell te felmutassál, akkor ez olyan, mint a halálra ítélnének téged, hogyha valaki azt mondja, hogy valamit rosszul csináltál. Ezt nem tudod elfogadni, mert ez akkora veszély számodra. És tudod, az evangélium nem más, mint az egónak tehát egót veszélybe teszi.
ezt a falcs identitást nem kell megmentsed. Nem kell mindent megmentsél. Ezért, hogyha ezt az új felfogás, ebben az új felfogásban élsz, akkor el tudsz fogadni kritikát is. Még az is lehet, hogy el tudod csak úgy fogadni, nem mondasz semmit, de az a kérdés, hogy eljut-e hozzád azt, amit mondanak? Vagy egyszerűen csak lepörög rólad, mert mindent kimagyarázol. Fel tudjuk-e fogni, be tudjuk-e fogadni a többieket, vagy teljesen magaddal vagy elfoglalva? Tehát ez a nyitott kezek életformája. Tehát az, hogy nem akarunk így élni, nyitott kezekkel, ez csak annak köszönhető, hogy félelem van bennünk, hogy mi fog történni majd. A félelem, hogy akkor a másik mit fog velem csinálni? A félelem, hogy de egyáltalán még lesz-e valaki mellettem? Ezért nem, ez az életforma nem egyszerűen csak azzal jön, hogy akarod, hogy te eldöntöd, hogy most ezentúl így fogsz élni, hanem ehhez szükséged van egy találkozásra Jézussal. És az, hogy találkozzál Jézussal, az hogy történik? Egyszerűen foglalkozni kell Jézussal előbb. Ha nem tudod, hogy találkozzál Jézussal, hát akkor van egy jó ötletem, olvassál valamit róla. A legjobb, hogyha az eredeti forrásokban olvasol róla a Szentírásban. Tudod, hogy mennyi időre van szükséged, hogy elolvasd a teljes Szentírást? Elejtő végig. Ki csinál ilyet? Elmondom neked. Ha normálisan olvasod, akkor körülbelül 80 óra alatt kiolvasod. Tehát ez az, amit egy normális német egy hónap alatt tévé előtt ül. Tehát, hogyha nem nézel tévét egy hónapig, már kiolvastad a Bibliát. Nem viccelek, komolyan mondom. Tehát az igazi Jézussal találkozunk, hogyha... Tehát vele nem csak az érzelmeinkben találkozunk, és az ilyen nagy élményeinkben, hanem az ő igéjében. Az, amikor hagyjuk, hogy az igéje megváltoztassa a gondolkodásunkat, amikor olvasom és észreveszem, hogy Jézus más, mint ahogy én gondoltam. És amikor nem keresem, hogy kimagyarázzam ezeket, vagy esetleg internetben elolvasom, hogy miket magyarázgatnak a nagy teológusok, akik, az olyanok, akik kimagyarázzák a Szentírást. De mégis olvasod, és látod, hogy egy zavaró dolgokat mond Jézus, és egyszerűen ilyenkor feladni a harcot, és azt mondani, elfogadom, amit te mondasz, Jézus. Mert a Szentírás egészen nyilvánvalóan elmondja, hogy milyen. Például Márk 10:16-ban. Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Ezt Jézus akkor tette, amikor a tanítványok el akarták űzni a gyerekeket Jézustól. Jézus megáll, nem csak egyszerűen ad egy áldást úgy menés közben, hanem felveszi őket, ölbe veszi. Hogy csinálta? Egyszerre talán 80 gyereket nem tudott venni, hanem egyenként felvette, megölelte őket, kezét rájuk rakta és megáldotta. Nincs senki, aki jobban élte volna ezt az életformát, mint Jézus. Jézus állandóan nyitott kezekkel volt. Senki sem tudta ezt, senki sem teljesítette ezt ennyire, mint Jézus. A probléma az, hogy mi történik, hogyha mindig ilyen nyitott kezekkel jársz a világban. Hogyan fognak bánni veled az emberek? Azt hiszem, hogy vannak emberek, akik nem tudnak ezzel bánni, vannak, akik visszaélnek ezzel. És valóban Jézussal is ez történt. Jézus kezei annyira nem ragaszkodtak semmihez, az ő kezei egyszerűen csak elengedtek mindent, még a saját szabadságát is elengedték, és megengedte az embereknek, hogy bilincsbe verjék a kezeit, miután pár órával azelőtt átadta saját testét a kenyérben. Tehát
az a nyitott kezek életformája még a saját magát sem tartja, sem magához sem ragaszkodik. Szabadsága van arra, hogy elengedjen mindent, hogy átadja magát. És Jézus kezei annyira nyitottak voltak, hogy annyira nyitottak voltak, hogy átlettek szegezve, annyira nyitottak voltak, hogy áttetszővé váltak számodra és számomra. És Jézus kezei által nyílt meg, annyira átlátszóak váltak, hogy megnyílt számunkra az út az Atyához. Az ő átszúrt kezei által, ami nyitott kezű életformánk már nem egyszerűen csak egy olyan magatartás lesz, amit mások kihasználnak, hanem egy olyan magatartás, ami bevisz minket abba a magatartásba, ami Jézusban volt a kereszten. Azon a napon, amikor Jézus vére kifolyt, akkor bekerültünk abba a helyzetbe, amelyben bizalommal mehetünk az Úr elé, az Atya elé. Jézus még a saját áldozatához sem ragaszkodik. Azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik. És végül azt mondja, kezedben ajánlom lelkemet, Atyám. De Jézus nem marad meg csak ennyinél. A végső válasz nem csupán az, hogy éljél nyitott kezekkel, és akkor visszaélnek veled, mert Jézus szeretetében ott van az a feltámadási erő, amely áttör ezeken a szenvedéseken, és Jézus sebei, átszúrt kezei keresztül átragyog az ő feltámadásának a világossága. Jézus kezében most is ott vannak a sebek. Jézusnak még mindig most ott a mennyben is ott van az ő sebe, az ő szenvedése. És ez számodra, megtört emberek számára elérhetővé teszi. És ezért mondja Jézus Tamásnak, Tamás, nyújtsd ki az ujjadat, és tedd bele az én sebeimbe. Itt vannak az én kezeim. Azt mondja, tedd ide ujjaidat, és nézd a kezeimet, nyújtsd ki kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Mert Jézus szívét átszúrták, ezért mi a kezeinket belé helyezhetjük az ő sebeibe, a mi sebeinket az ő sebeibe rejthetjük, és nem kell továbbra is hitetleneknek lennünk, nem kell továbbra is kontrollálnunk, ragaszkodnunk, hogy csak azt csinálom, amit értek. Csak akkor bízhatok, ha megértem. Jézus azt mondja, engedd el, érints meg engem. Engedd, hogy megérintselek, gyere ki a te egódnak a börtönéből. És Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedben ajánlom az lelkemet. Ezek után kilehelte lelkét. Csak ez az érintkezés Jézus sebeivel, csak ezáltal, az érintkezés által lett megengedve Tamásnak az, hogy az ő kételjeiből, az ő saját börtönéből kitörhessen, az ő saját falcs identitásával kitörjön. Engedd meg, hogy kérdezzem meg, milyen lenne, ha Jézus nem csak a gyógyulásban jelen, hanem a sebben is. Mi lenne, hogyha Jézus, ha az érintkezés az ő sebeivel, az az út lenne számodra, hogy a te sebeid is, a te megtörtséged is meggyógyuljon. És a gyógyulás sokszor úgy történik, tehát a gyógyulás sokszor rögtön megtörténik, de van, amikor azáltal történik, hogy kilépek a saját börtönömből. Azt mondja Jézus, gyere ki saját magadból, gyere, mert több van, gyere ki ebbe az életformában. Még akkor is, ha Jézus nagyon sokat gyógyítana, Jézus most is nagyon sokat gyógyít, de még mindig ott lenne egy csomó megtörtség az életünkben.
És mi lenne, hogyha ezeket a megtörtségeinket használnánk fel arra lehetőségként, hogy találkozzunk Jézussal? Mondtam, hogy Istenben csalatkozni fogsz? Emberekben csalatkozni fogsz? Persze. És ilyenkor lehetőséged van, hogy mit csinálj. Jobban bezárd magad, vagy pedig jobban megnyisd magad. Megnyílni azt is jelenti, hogy elenged a másikat, akkor is, tehát engedd el azt, hogy megértsd föltétlenül a másikat. Mert ugye nem értjük egymást mindig. Még a házastársunkat sem. És hát szép ez így. Nem úgy van, hogy megértjük mindig a másikat. És Isten sem fogjuk mindig megérteni. Arra vagyunk meghívva, hogy egymást szeressük és elfogadjuk. De nehogy azt gondoljuk, hogy át tudjuk világítani őket, és Istent is, hogy teljesen meg fogjuk érteni. Hogyha ezt akarod, akkor ezzel még egy szeget ütsz a te börtönöd, a te börtönödnek a falába. Mondtam, testvérek, hogy milyen lenne, hogyha a szabadulás éppen a Jézussal való, Jézus érintésében lenne? Miért nem könnyű belejönni ebbe a nyitott kezek életformába? És a válasz az volt, hogy a félelmeink miatt. Mert hát ki szeret egyszerűen nyitott kezekkel, úgymond putéron állni mások előtt? Mert hát érzed, hogy hát senki vagyok igazából. Ki az, aki szeret szenvedni? Ki az, aki szeret egyedül maradni? Ki az, aki egyszerűen nyitott kezekkel szeret állni? De azt mondom neked, emeld fel a te tekintetedet arra, akit keresztre feszítettek, és fogsz látni valakit, aki tényleg csődöt mondott, aki tényleg pucéron ott áll, aki tényleg elhagyatott. Egy olyan valakit látsz, akit tényleg kicsufoltak, akinek a nevét tényleg lábbal tiporták. Te fogsz látni valakit, akivel tényleg igazságtalanul bántak. Valakit, aki hihetetlenül szenvedett. És ő arra hív meg, gyere hozzám. Nálam azt a békét találod meg, amelyet te keresel. Azt az otthont, amely után vágysz. És nálam ez a csőd nem egy zsákutca, hanem egy átmenet egy feltámadáshoz. Egy új élethez. Egy új minőséghez, egy új életformához. Barátaim, nem tehetek mást, mint hogy belsőleg imádkozzam azokat a proféciákat, amelyek Izajásnál vannak leírva. Ugye Izajás évszázadokkal Krisztus előtt írta le ezeket Jézusról. Megvetett volt és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat, pedig a mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. De őt a mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Az ő sebei által gyógyultunk mi meg. Barátaim! Létezik egy bálvány, amely veszélyt jelent számunkra, akár hívők vagyunk, akár nem. Ez ugyanaz a bálvány, amely gátol minket, hogy a nyitott kezek életformáját éljük. És ez a... Most egyszerűen ide lerajzolom, ott ül rajta a bálvány. Egészen csúnyán néz ki. Így néz ki. Leegyszerűsítve nagyon. És ez nem más, mint a kontroll bálványa.
A kontroll. Talán nem is hangzik olyan rosszul. Talán még jó dolog is a kontroll, nem? Hogyha dolgokat tudsz kontrollálni, jó dolog, nem? Igen, talán, de a legfontosabb dolgokat nem kontrollálhatod. Például az életet, a szeretetet, az embereket, Istent, saját magadot. Nagyon sok olyan dolog van, amit nem tudsz kontrollálni. Barátaim, végső soron az imádság élete nem más, mint egy begyakorlása annak, hogy hogyan ránts le a trónjáról ezt a kontroll bálványát. Mert valljuk be, akik Isten Jézust követik, sok mi is ebben a veszélyben vagyunk, hogy ezt a bálványt imádjuk. Ilyeneket olvasunk, ugye, hogy Isten segítségével találd meg azt a 7 lépést, ami sikerre vezeti az életedet. Embereket akarunk kontrollálni, bekerülünk egy közösségbe, és csalódunk az emberekben. Hát minél hamarabb ezt tapasztalod meg, annál jobb. Hát örülj neki. Az emberek ugye elhagyják a közösségüket, és bemennek egy másikba, és elhagyják az egyházukat, és egy másikba mennek. De barátom, hogyha egy közösség téged annyira radikális módon csalódást okoz neked, hogy a teljes közösséget elvetes az egyházadat, akkor azt jelenti, hogy nem azt a közösséget szeretted, hanem egy bálványt, amelynek semmi köze ahhoz, hogy elfogad azt, ami valóságosan ott van. Mert benned elképzelések vannak, így kell kinézzen ez a közösség, ez az imádságháza, így kell kinézzen. Tökéletesen kell működjön. És ha nem működik jól, akkor elmegyek. Összeszedem a játékomaimat, és elmegyek. És akkor kezdett, hogy persze, 16 éves voltam, akkor is így működött, és most 66 éves vagyok, és most már eljutottam odáig, hogy tudom, hogy minden keresztény rossz. Nem, ezek emberek, egyszerűen. De az a probléma, hogy az ideáljainkat jobban szeretjük, mint a valóságot. Például a családunkban, a mi családunkban ilyesmi nem létezhet. Én úgy Johannes Hartl vagyok, nálunk ilyen nincsen. Nem, normális ember vagyok. Normális ember. Én normális nőt vettem feleségül, normális gyermekeim vannak. Nem ideális, egyszerűen csak arra vagyunk meghívva, hogy fogadjuk el egymást úgy, ahogy Jézus fogadott el minket. És Jézus nem azért fogadott el minket, mert olyan szuperek voltunk, hanem mert elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Tudod, mi a szép ebben az életformában, a nyitott kezek életformájában? Az, hogy a nyitott kezek, a valóság, a nyitott kezeiddel a valóságot tudod megérinteni. És ez nagyon jó, mert csak ott találod meg azt, ami valóságos, ami jó, és ami szép. És ezek ajándékok. És a valóságban, a realitásban valódi emberekkel fogsz találkozni, nem ideálokkal, nem ilyen nagy szentekkel, akiknek soha semmi problémájuk nincs, hanem valódi emberekkel, akiket meg lehet érinteni. Az érintés csak akkor lehetséges, ha a kezeid üresek. Kedves barátaim, a Szentírás utolsó könyvében egy olyan jó kilátást kapunk olyan emberekre, akik végig elmentek ebben az életformában. Itt egy különös csoport, embercsoportról ez áll, ők pedig legyőzték őt, itt az Antikrisztusról van szó, legyőzték őt a bárány vére és a tanúságtétel igeje által. És nem kímélték saját életüket, mint halálig, vagyis nem ragaszkodtak saját életükhöz. Az érdekes az, hogy az életünket amúgy sem tudjuk megtartani magunknak. De a bálvány jön, és azt mondja, hogy hé, hogyha elengeded ezeket, akkor meg kell halljad. De Jézus azt mondja, nem, fordítva van, én haltam meg, érted, és feltámadtam. És hogyha te elengeded az életedet, felveszed a keresztedet, és követsz engem, ha nem ragaszkodsz a te életedben, életedhez egészen a halálig, akkor megtapasztalod a feltámadást úgy, ahogy az a mag, amelyet elvetnek, és százszoros termést hoz. Barátaim, hogyha ez a mi életformánk, akkor egy olyan élet lesz lehetséges számodra, amilyen ilyen játékosság van. Olyan, mintha Isten
ezt a három labdát, szép, jó és jó, ezt a három labdát oda dobta volna nekünk, és játszhatnánk velük. Nézd csak, sok szentírási íge van, érdekes szentírási íge van. A 62-es Zsoltár 11. versében azt olvassuk, ne bízzatok, ha a gazdagságban bővelkedtek, ne kössétek hozzá szíveteket. Tehát van egy ilyen játékosság benne. Ez az önvédelmi kontroll bálványt, ezt a trónjáról hitbeli aktusok ráncigálják le. A gyerekek hogy tanulják meg, hogy bízzanak? Játékban. Gyerekek szeretik a bizalmi játékot. Például felmásznak a székre, és kiáltják, apa, kifogsz-e? És mondod, igen, akkor elengedik magukat, és te kifogod. Vagy felmásznak valahova, és le akarnak ugrani, apa, fogjál meg. Vagy a gyerekek szeretik, hogy feldobd őket, mert tudják, hogy kifogod őket. Újból is újból, a gyerekek szeretik ezt. A gyerekek vágynak arra, hogy tapasztalják meg, hogy nem kell kontrolláljanak mindent, hanem átadhatják magukat. Tehát, hogyha belemész ebbe az életformában, akkor megtanulsz ilyen játékosan beledobni magadat Isten kezébe. A 31. Zsoltárban olvasok, kezedbe ajánlom lelkemet, ments meg engem, Uram, igazság Istene. 73. Zsoltár, 23. vers. De én mindenkor veled maradok meg, te megfogtad jobbomat. És a 139-es Zsoltár, minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Egy másik helyen ugyancsak a 139. Zsoltár, ott is a te kezed vezetne, és jobbod tartana engem. A Zsoltárok tele vannak az Isten iránti bizalom és béke bizonyosságával. És ezt nevezem én a nyitott kezek életformájának. Barátaim, végül. Olvastuk ezt a részt a Szentírásban, amikor Jézus a gyerekeket megáldja. Azt akarom mondani neked, hogyha amikor Jézus tehát az a gyermek, akire Isten Jézus ráteszi a kezét, az biztonságban van. Az tényleg elengedheti magát, mert biztonságban van, mert Isten tényleg kifogja. Miért áll ez a Szentírási rész a Szentírásban? Mindazoknak az embereknek van ez a Szentírás, akik a szívükben még mindig gyermekek maradtak. Akik fel tudják tenni a kérdést, Uram, hogyha elengedem magam, tényleg kifogsz engem? Ezek a kérdések mindannyiunkban benne vannak. Jézus azt mondja, ne félj ezektől a kérdésektől. Bízhatsz bennem. Mert ott vagyok, és tényleg megszabadítalak téged, tényleg kifoglak. Gyere ki a kontroll bálvány uralma alól a nyitott kezek életformájába. Meghívlak arra, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Közben a zenészek is készülhetnek, hogy átmenjünk a dicsőítésbe. Tudjátok, hogy a szünetben dicsőítés folyik itt, és végső soron itt az imádságnak a terme van. Látom, hogy sokan állnak hátul. Tehát most már többen vagyunk, mint a hány hely van. Nyugodtan le lehet ülni a piros szőnyegen. Tehát ha nincs helyed, akkor nyugodtan előre mehetsz, és leülhetsz a piros szőnyegre. Valószínűleg még többen fognak még jönni. Mert olyan 400-500 emberrel több van, mint a hány hely. Ezért nevezzük a konferenciát mérnek, többnek. Tehát le lehet ülni a piros szőnyegre. Urunk, eléd jövünk, Jézus, hozzád jövünk ma a délben. És hálát adunk neked, hogy te nem ragaszkodtál semmihez. Hogy te nem ragaszkodtál a te dicsőségedhez,
ami volt neked Isten jobbján, hanem kiürítetted magát, és engedelmes lettél a kereszthalálig. És köszönjük neked, hogy amióta te kinyitáltad a karjaidat, amióta annyira nyitottak a te kezeid, hogy mi gyenge, normális emberek is át tudunk menni, a kegyelemnek a folyama átvisz minket egyenesen az Isten trónjához. Hálát adunk neked, Jézus, azért, hogy megszabadítasz minket a biztonság, a kontroll, a félelem, a manipulálás bálványától. Meghívlak téged, hogy ahol úgy érzed, hogy megérintett téged ez, amit hallottál, ahol úgy érzed, hogy esetleg valamihez nagyon ragaszkodsz, egy emberhez, vagy úgy érzed, hogy az a veszély áll fel, hogy az a pénzedhez ragaszkodsz. Tehát ha van valami az életedben, amihez úgy érzed, hogy nem nagyon tudod elengedni, mindannyiunknak van egy ilyen témája, akkor hívd meg Jézust. Jézus, ezt leteszem a te kezedbe, és leteszem a te sebeidbe, mert amikor ilyen félelmeink vannak, hogy valamit elengedjünk, akkor mindig van egy alapvető félelem mögötte, és egy fájdalom. És ilyenkor nem segít más, mint az, hogy találkozzál minden fájdalomnak az férfiával. Tehát, hogy találkozzál személyesen vele. És mondhatod Jézusnak, Jézus, jöjj, és érints meg engem ebben a pontban, ami fáj nekem, hogy el tudjam engedni. Hogy be tudjon jönni ez a játékosság az életemben, ez a szabadság. Meghívlak téged, hogy egy pár percig maradjunk ebben a magatartásban, akár meddig akartok, amíg itt a dicsőítés folyik, aztán, tehát hogy megkérlek, hogy ne rögtön szaladjatok ki most a szünetbe. Egy-két percet töltsetek ebben a jelenlétben.